Vajon hol lettek? Ugye? Nehéz, nehéz lesz. Néztem a kedvenc metélkedőmet, és a fő tudásbázisát a csapatnak az észbontókban az adta, hogy a csaj az kijátszott a GTA 3-4-5-öt, és erre alapozta az összes tudását. Szép. Földrajzzal és Amerikával és hasonló dolgokkal kapcsolatban. Boszka. Amúgy egy ilyen ümellű plastik csaj volt. Én nem hiszem el amúgy, hogy azok nem megjátszott. Hát, nehéz. A matekos feladványoknál nekem is teljes mértékben megrengel a hitem, de a többi az hihető. Tehát az vannak néha olyan kérdések, amiket így azt mondod, hogy oké. Hát, de olyan kérdések, mert tudnak olyan válaszokat adni, hogy veszélyesen hülyének, közveszélyesen hülyének kell hozzá. Igen, például a kedvencem, ami most legutóbb volt, ami tényleg ez a hihetetlen kategória, hogy mennyi 120-nak az 1-2-de? És akkor mondja a csávó, hogy hát hogy akkor veszed a... Várjál, be fogsz szarni. Veszed a... ABC közül lehet választani. Az A az a 60, a B a... Nem, ABCD volt, igen. A a 60, a B a 30, a C a 15, a D pedig a 4. Uh-huh. És ez volt a gondolatmenet. Tehát akkor fogjuk a 100, azt elosztjuk 2-vel. Igen, akkor 60. Azt elosztjuk meg 2-vel, az 30, igen. Azt megint elosztjuk 2-vel, az 15. Igen. És azt megint elosztjuk 2-vel, és 4. És akkor ezért 4. Mi? Miért kell ilyen valamból... sokszor elosztani ezt? Ezt már alapból nem értem, hogy miért ilyen sokszor elosztani, de azt meg végképp nem, hogy a 15-nek a fele miért 4. Sehogy se jön ki. Tehát, hogy ez az, amit nem tudok elhinni, hogy valaki ennyire retard. Igen. Melyik században élt Mátyás király? És akkor, hogy... Amúgy én sem tudnám a törzs kérdéseket. Melyik században élt Mátyás király? Hát, fú, na figyeljünk akkor. Szerintem Mátyás király már biztosan nem élt akkor, amikor a nagymamám. És nagymamám az a 19. században született. Innen indultak el. Wow. Logika, stabilan indul, szóval. Igen, ez igaz, ez full not, tehát eddig ez oké volt. Csak az a baj, hogy nem mentek olyan sokat vissza, úgyhogy végül is csak 18-at mondtak. A menő felett mászni a toronyba, várjunk, már oda megyek. Ne baszki. De, az alsó rész simán. Simán felett az egészen, baszd meg. Baszd. Hú, de jó. Jó, hát nem ígérem, hogy felmegyek a legtetejéig, mert kurva sok létre van, de... Én felmegyek. Hú, baszeg, néztem egy irányba, mondom, hát nincs semmi, csak a pusztát, ez csak betöltött egy ház. Az az, hogy van egy kisebb is, hogyha csak ilyen kezdő vagy, ilyen gyerek, a gyerekmászóka is. A kispálya. Lehet, hogy le kellett volna dobálni a cuccaimat. Lehet, amúgy le kellett volna a táskádat, igen. Vagy leteszem itt, az kész. Na, felértem a tetejére, baszki. Mi? Fasza. Hol vagy, azért nem látlak. Ja, basz, mert tényleg ott fent. Jézus, ide látom a izét, a erdőnket. Szerintem a fényt? Aha, a fényt. Mi? Ne basz fel. Kurvára látom. Csinálj róla egy screen F12. Igen, léci. És most ugolj le! Dua flip! Fagot! Igen, egy kis pixel, de amúgy látszik, hogy jön szépen. De az én monitoromon egész korrektül látszik. Hoppá, mi a fasz? Lövök egyet izével a mi irányunkba, de ezt tracerem van, nézzétek az eget. Várja, igen. Lehet. Hú, bazd meg az... Ez kurva menő. Kibaszott gőzmozdony lámpák. Jézusom. Fákját csináltál? Egy botból meg bandage-ből lehet. Mondjuk baszdmeg elhasználta 5 bandage-emet, bazd meg. Mind az 5-öt? Bandage-öt vagy izé? Ja, mert szerintem az egyben izé fuel-ként is működik, és szerintem felhasználta mindegyiket. Janus, igen. Lámpás, tudod. Bemondott, hogy flame on. Foyer án. Ennyi a föld? Nem jó. Na bázd meg! Elégett. Hát ennyi a föld. Ennyi volt a négy izé. Ez elég keprintó. Négy reg. Hát nem, ennyi a föld. Ja, mert elhajtottad? Aha. Te dobálás néha. Igen. Néha kiesik a világból, sajnos. Átdobod a havernak a sörétes, de át a föld, ennyi.
Igen. Green megfognád, de látod, hogy a dematerializálódik, és a talajjal egyé válik. A pokol. Most kéne jobbra felelni. Miért? Bazd meg egy farkas! Mi a? Jó, többen is vannak a kurva életben. Ja, ez egy falkában mozognak. Vegyem el a fegyveret. Adj neki a kurva anyját. Mit kibírod? Ott van egy még Dani mellett. Még mindig van egy. Az anyát faszál, te büdös klap. Az Isten. Ez már váratlan volt. Yeah, fucking. Na, hogy húzzuk meg a kecibe őket. Elkezdek fel. Ezt nem tudom. Na végre, odébb kell kicsit menni. Megharaptak amúgy? Ez de kemény volt. Megharaptak? Nem. Az egész van a kezemben egy lap. Nekem is egy alumínium öntvény. Igen, egy... És tényleg... Hol van el? Milyen a... A Wolfpad. De mit lehet csinálni? Kibaszott alumínium öntvény. De menő. Bazeg! Hát még egy farkas! Mi? Az meg ott fut. Többen is vannak. Az anyja a faszát! Ez egy spawn hely szerintem. Nem bírom eltalálni, bazd meg. Oh. Mindegy kibírna. Most mi, slagot töltöttem bele ebbe a szarba? Szerintem slagot töltöttem. Én telibe lőttem, de nem hatottam meg, baszki. Igen, megvágott. Kurva anyád, okay. Balzsázni kell ezeket. Ja nem, gumilövedéket, mindig reflexből gumilövedéket tölt be ez a szar. Farkasoknak gumilövedék, bazd meg! Oszolj! A beteg állatja oszlatja a farkas farkát. Hát jó, azt hiszem, ezt itt hagyom. Én beszárasztam, itt meg van töltve a Jackie fússal, aki mellbelül azt hiszi, hogy eltaládik az a bocsánat. Tényleg én is a Phil Jackie-temet fogom felrakni. Tele van töltve a Phil Jackie-t farkas hússal. Balázs itt próbál tűzjátékot csinálni. Mert Pete Person. Egy a zsírt. Megetettem egy kis zsírra. Elkapsz te is. Bazeg, én tele vagyok, nem kérek. De amúgy az a vicc, nem lehet meggyújtani, tehát hülyeséget írt az oldal. Most meg akar... De most sem már! Egy töm zsírálom! Lehiszem, a HP-m lefele nyílasz. Hát eltaláltak egy több zsírral. Fasz meg, az egy majdnem egy kiló az a szar vagy. Tehát egy kiló szalonnát hozzád basznak, az nem fáj. Azt kérdezi tőlem Gergő, hogy amúgy most ott van a szobámban, gondolom Diablóval szerel csinál valamit, mert akkor a laptopon miatt bemenni, hogy amúgy az én falam túloldalán a szomszédos lakás WC-vel határos, mondom, hát miért, szerintem nem. Azt mondja, hát szerinte igen, mert valaki olyan bánatangosan fossa szét magát, hogy már sajnálja. Beartrap! Beartrap! Most meg, király! Itt van a kezembe! Jézusom! Mert szétverek a zsírral egy zombit. Várj, én lerakok egy bertreppet és belecsalom. Ne, ha túl hamar jön, én nem raktam le, baszki zombi! Baszki, csajá a faszomat! Berdagyon ezt a büdös buzit. A zsír nem viszi. Jó, bertrepp nem, de a zsír nem viszi. Elértem a foci pályát. Meg van mi egy... az a földút közepén van egy kibaszott izé? Medvecsapda. Ha! Csepleg! Bazeg, félek, bazeg, hol van itt a medvecsapda? Ha maradt a dektékből. Ha házak előtt vagyok, akkor ott már biztonságos? Sehol se biztonságos, a földút közepén van. Sehol se biztos. Bazd meg. Remélem, csak hallani fogjuk, hogy ordítasz. Nézem, hogy már, hogy rámész-e. És nem szólsz. Nem. Ja, nem. De az, jó, oké, látom. Az, ne ezzel lehetek. Oly, távcső. Mi történik, ha ráugrok? Meghoz. Próbáljuk ki. Megnézem. Nem, sem értem. Trap can be placed after a short delay and be disarmed using a long wooden stick.
A wooden stick! Most dobtam el valahol. When Bazd triggered, meg. It leaves the survival with a flashing red health, no matter how much health they were at previously. A fixen piros HP-ra dob téged, villogó piros HP-ra. Ez kemény. Megvan a stick. Halleluja. Egy kis duct tape-et. Mondjuk a izével. De zsíros bottal. Jó, hogy. Itt tényleg. Amúgy, hogyha csak a lent hagyod a földön, nem muszáj felvenni a kezedbe, Benny. Nem. Hagyd lent a földön és rá tudod húzni. Tényleg? Aha, állítólag. Hát az már baszhatod. Mi a fasz? Valaki elkötözött. Azt mondja, 8 órakor van a podben, valami, mit tudom én. Mi történik? Megkérdezni, mi a fasz történt? Gergő mondja, hogy mondtam, hogy szétlenik, hogy hát ugye amikor még ott lettek az arab kecske áldozósok, akkor ugye mindig a szomszéd szobába haladszott, tehát közvetlenül a zene, amit nyomtak meg, hogy izé kecskét áldoznak meg ilyenek, úgyhogy én úgy hittem, hogy mellette nem egy buli van, hanem egy ilyen nappali per hálószoba. És akkor azt mondja, hogy de aztán mondom, hogy azért is, de még szarhatnak a közepében, és azt mondja, hogy hát igen, mondjuk egy lábasba, mert pont új recsegbe ordibál az a valaki, miközben csinálja, hogy ez embertelen. Rész! Bele lehet rakni a izébe. Komolyan. Ibe? A izé tűzhelybe. Tényleg. Olyan a kandallóba. Igen, így egy kézzel szoktam baltát használni, bazd meg asszony. Valakémi. Jó. Bazd meg, és tényleg, de kurva jó. Ne a zsír csüst. Mi ez? Is lehet mi a baj a sült zsírral? Tepertő lesz belőle. Belerakok egy gránátot, felrobban. Igen, azt már múltkor kipróbáltuk. Tényleg? Igen. Baszd meg. Én nem tudom, hogy iszol mondjuk, mert az oké, hogy a gázlászot nem veszed le, beöntöd a lyukon, de hogy közben nevetsz? Valami nagyon-nagyon messzi fazom, és hozzám dobod a baltát. Szerinted az fáj? Who can play that game? Van nálam jó is. Hogy esik? Hát a legjobb helyen lehetünk most. Felsmengető ópsz hozzám. Na, nézzük a tippeket. Be careful when sprinting long distances, as it takes toll on your hydration. Mi a faszom? Mit csinálsz na, most? Na úristen, és ez itt nagy nézem, milyen jól el van dugva, baszki. Mi bazd meg? Ez az, amit most felvetted a hátsót és odaraktad? Aha. Visszatértem. Na. Na zsír. Az első ajtót ne használt, hanem... Gond. Én? Mhm. Ott raktad a medve csapdát? Mint állat. Szerintem az, de mennyit adott abba, aztán az ki, abban log kell a rajz alapján, látod? Szerintem a wooden log kell. Hát etecseltem hozzá ezt a woodot, és akkor most már itt van két log, meg ki van feszítve egy kábel. És megugrasz rajta, ha mész. Vagy az a fekvőrendő. Hát ha mások is megérnek és eszik, hogy egy tripwire. És akkor bemennek az ajtó, hogy aztán medve csapdába belemennének. Igen, hogy rá is dobok még itt egy kis plenket. Édi, de kell a plenk? Kellenek a cuccok, ha mert ott van? Mit csinálsz? Isten, ez is több bárk. Édi, number one. De egyik sem megy amúgy rákok. Na, hát! Jó van, ezt már elfogadom. Na menjünk, lőjünk agyon valakit. Az Isten! Állnak a fekák sorban a pékségnél, és az egyik fekán mindenki szájmaszk van ki, az egyik fekán, mert az fogta az egyik cipőjét, és a cipőfűzben az arcára kötött. Már mit ott? Láttad, hogy az egyik feka egy izét, egy sárga, félbevágott sárga dínyét kötött össze. Mert csak hogy kell ezzel ütni? Hát azt inkább, jobb katot gondolom azt. Fegyverrel? Egy jobb katot letett az ütés. Tényleg, bazdmeg lehet? Nem, bazdmeg, segít! Benni, te merre vagy amúgy? Előrébb mentem a vár felé. Behajoltam! Behát, majdnem el is sütöttem. Mi a... Oh-oh.
Motherfucking farkas movie. Mi? Az egy farkasfonyítás jön az erdő. Ott vannak a hang, látjátok ott az erdő szélén. Ah, jön, baszik vagy öten. Ezek far... Jönnek erre. Ránk támadnak? Hát a fasz se tudja, felénk jönnek? A felénk jönnek. Kurvára felénk jönnek. Visszamenjé! Ajde. Nyi oda vissza, ja. Ugye backshotból van nekem, tényleg gumilövetékből van nekem egy tonna. Hozzak ezek rohannak. A fejjel lőttem. Én már eljöttem onnan. Visszamenjé! Vissza! Azt mondom, vissza! És baszak ezt így lenyelte! Arccal lőttem! Arccal lőttem egyet azon az egy golyóval! Lenyelte azt mondja. Futsz te kis köcsög? Mi a faszom? Valaki meglőtt. Oho. Lőjönek kurvára. A várból? Nem tudom, előttünk. A vár felől, igen, meglőtte, kettes vérzésem van. Én is elnézek a tárcsővel. Hoppa, itt lövik a fámat. Balról kicsit. Nem ott vannak. Ez balról? A házban vannak, házban van ott egy ilyen ház. Aha, de ház az autóikon akar lenni szerintem. Aha. Van füstgránátom, hogyha ki akar mozdulni. Dobjak egyet? Dobja, tehát nekem szerintem is szerintem nagyon rossz helyen vagyunk, úgyhogy nem tudom mit csináljunk. Nyilván. Mondjuk... Nooo! Vonuljunk visszafele? Balra kéne, balra kéne járni. Leléptek. Nem mondod. Gyere Benny, gyere, gyere, fussunk visszafele. Meghaltam. Futi. Oda mentél már a hullájához? Dehogy mentem. Most kifogytak a tárai, most újra töltöm az AK-t. De most amúgy nem biztos, hogy meghalt akkor. De hogy nem ott fekszik, már nézem egy ideje, ki van nyugva, mint egy darab szar. Ha. Inkább most csak ott nyugiban válasz, amíg odaérünk. Na most egy öreg faszi vagyok, de lehet, hogy jó helyen vonaltam. Faszik, hát mondjuk a mozinod az olyan jó jött volna. Hát ott van, menj el érte. Ott van, az ott van, igen, az ott van, az kint a kibaszott réten. Ja, látom a hullázat, baszik, kint van a kurva réten? Semmi nincs a környékén. Persze, hogy nincs. Én már ott nagyon rásba voltam. Baszd meg a kurva rét közepén van. Megérte. Én taktikus ember vagyok. A kurva élet. Kíváncsi vagyok, hogy egyedül volt-e. Ja, hát én is sajnos. Figyelj, jóló. Nekünk is csomó időbe tartott lelőni. Mit keresel? A hulládat. Ja. Nagyon-nagyon keresem, de... Dubrovkába megyek. Nagyon keresem, de ebbe közel voltál már hozzá viszonylag? Aha. Az enyémet még mindig nem találtad nem, meg? Nem, találom meg, hogy egy ide jöttem, betölt minden füvet, olyan magas a fű, hogy nem látni semmit. A faszom, a rendőrség első emeletén a folyosó közepén van egy aggregátor. Azért nem voltam hozzá nagyon-nagyon közel, tehát így lőtávolban voltam. Tudom, itt járom a réten, itt né, nagyon keresgélek, de az Istennek nem se. Nem azt mondtad, hogy kint voltam a mező közepén, mert igen, már láttál. Hát épp ezért nézd meg, talán semmi támpont, tehát nem tudom, hogy nem az, hogy két bála mellett, vagy ilyenek. De már láttad a hullám? Igen, de messziről ugye, amikor még nem tölti be a textúráját rá, így meg a közép, ugye minden fű kinőtt a földből. Hát jó, akkor a search for Donnie continues. Gondoltam fel, hogy bálára is van az itt. Oh, baszki! Ez egy farkas. Az így, hogy mellette! Itt vannak az erdő közepén, bazd meg hárman. Full fegyverrel, meg sisakban, meg minden, itt kempelnek. Mint mi? Az egyik ivott, meg minden, én meg így ott konkrétan kiugrottam a seggükből. Ha lett volna nálam, bazd meg most fegyver, agyon lövöm őket. Ja, mert itt meg van valami full bebarikádozott vár, vagy ilyen farmszerűség, és ezt akarják rédelni szerintem. Faktál levedük egy zég, kannál... Onnan megy épp izé lövöldözés. Kanna barackért izé berohansz felderíteni. Igen. És aztán rohanj el. A zombik, gyertek. Uram Isten, a rendőrség! A postás, a villanyszerelő! A faszom, az meg itt az összes. Meg a kéménysöprő, meg az egész kibaszott banda. Hát az meg itt rám jött az összes miközben. És itt még volt egy stabbest. Hát ezt felveszünk. Itt egy zombi be van szárva egy szobába, amiben amúgy nem lehet bemenni. Le van zárva körbe, nem tudom bemenni, de hallom, hogy bennyög. Találtam egy benzines kannát. Megiszom. Baszd! De elkezdtem bedelni. Chemical poisoning. Igen, nagyon megy lefele az izém. Benzint is.
A faszi elvette a benzines kannát, és elkezdte ősvedelni. Mint az indián békepipa. És hány, mint a gép. Baszott jék. Jó, hát én egy, nem tudom, egy ilyen meleg ázsiai western harcos vagyok. Fasza. Hát, kb. Így tényleg így ránézek, így, tudod, ez a cowboy, de ázsiai, de ezért még biztos mellé meleg is. Erdő út. Ah, igen, megtaláltam a helyet, ahol harcoltunk. Itt vannak még a farkashullák. Hát hallod, a farkashullák nincsenek, de a kibelezett maradványaik igen. Tehát az alumínium lapát, nem, hogy mi a fém lap, nem. Lapát. Oké, okay. A kezemben van Dani hátizsáka, és futok, majd menekítem. Daninak ott maradt a nadrágja teletömve hússal. Hogy úgy nézzen ki, hogy big meat-je van. Húsfasz. Igen, egy nagy húsfasz. Az alumóniumot kinyertük a farkasokból. Aki baszott meleg ázsiai. Hogy SKS? Hát kimenekítettem a lényeget, amit lényegesnek talál. Azt mondja, kezdjük a lényeggel. Lapát. A lényeggel? Az elakrimat? Zsír, igen. Ezek a legfontosabbak. Gázsütő. Nagyon jó.